Tavaly nyáron a családommal, a kislányom ötlete alapján, illetve az ő váratlan szervezése révén három tagú család vagyunk, és öt napra eljutottunk Rómába. Én már régen jártam Rómában 2000 évi szent év alkalmával egy zarándokcsoporttal. Ez most egy kis családi kirándulás volt, öt napos. Hazatérve Lőrinc Sanyi, a Spiritus főszerkesztője látta képeimet, és akkor kérte, hogy rakjunk be egy Spiritus számba, és egy kétoldalas képriportom volt, és azt mondta, hogy ebből akár egy kiállítást is csinálhatnánk majd. Le mantellate son delle suore. A Roma son soltanto celle scure. Una campana suona tutte l'ore. A feladat az nagy volt, mert én körülbelül 2500-at fotóztam. Öt nap alatt azt mondani se kell, aki ismeri Rómát, hogy óriási a Róma. Heteken, hónapokon át lehetne ott tartózkodni, és még mindig találnánk újabb látnivalót. Nekem az öt napból, ami adódott, és a 2500 felvételem volt, abból szűkítettem folyamatosan. Itt látható kiállítás 82 darabos. Ezt úgy állítottam össze, hogy a bejárattól balra, bal oldalon látható 30 darab kép, ezek nem szakrálisak, ezek közéleti, köznapi, profán témákat tartalmaznak. Ebbe egy kis fotó technikai, fotó művészeti jellegű, hiszen én már évtizedek óta fotózok, 2001 óta a Somogyi Fotóklub elnöke is vagyok. Több kiállításom volt, önálló csoportos is. Tehát ebben a részben olyan képek láthatók, amelyek az említett profán területet, témát dolgozzák föl. Egy-két meglepő, érdekes kép is van, itt jöttek hozzám a kiállítás után többen fotósok is, hogy hogy sikerült, vagy hogy találtam rá ezekre. A másik oldalon, tehát a kiállítótér, a hal jobb oldalán, ott pedig a szakrális témákat vonultattam föl végig, kezdve a Szent Péter Bazilika, Szent Péter tér, és a tovább jöve kiemelkedő főtemplomok, a Lateráni Bazilika, a Szent Pál Bazilika, a Mária Maggiore, tehát ezekből valamennyiből van kép, és a Vatikán múzeumaiból ezek képezik a jobboldali képeket, és a fő részhez pedig a címerterem apszis oldalait a hátam mögött. Miután kiderült, hogy a püspök atya nyitja meg a kiállítást, ezért részben módosítottam a korábbi terveken, és ezt egyértelműen a szakralitás fő szimbólumaira koncentrálva állítottam össze. Például említeném, hogy a főhelyen a Pantokrátor, az ítélkező Krisztus képe, ez a Szent Pál falakon kívüli Szent Pál fő bazilikának a gyönyörű bizánci mozaikjából vettem ki, és akkor mellette ugye Laci atya felajánlotta egyházmegyénket Szűzanyának, két szép Mária szobor látható, másik oldalon a két főapostol képe, aztán a jelenlegi Ferenc pápa, mellette második Szent János Pál. Tehát a fő rész, ezek jellemző az egész római fotózásomból, és hát a szakralitás csúcsát képező képeimet állítottam ki.
mivel én egyházi ember is vagyok, és a katolikus egyház aktív tagja vagyok évtizedek óta, vallásgyakorló, az egyházmegye lapjában, Spiritusban rendszeresen jelennek meg fotóim, ezért számomra ez természetes volt, hogy a Róma arcaiban túlsúlyt kapott a szakralitás. És úgy gondolom, ez egyfajta evangelizáció is, hiszen amennyien itt ma összejöttünk nagyon sokan, Püspök atyával, látszott az arcokon, meg az embereken is, de jó volt látni, hogy mindenkire hatott ez a kiállítás, és úgy gondolom, hogy mindenki terveélményekkel gazdagodva távozott ma innen.